Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr nagyon tanulságos előttünk József élete, bár egy olyan történetet olvasunk a Bibliába, ami majdnem, hogy négyezer évvel ezelőtt történt, de mégis azok a történetek, azok a döntések, vagy azok a hitbeli lépések, ami ennek az, életé, ennek az embernek az életébe megvoltak, azok így a 21. századba is üzenetet hordoznak. Ott fejeztük be a történetet, hogy József Egyiptomba kerül, és egy főrangú embernek, Potifárnak a házában szolgál, és most innen folytatjuk a történetet, hogy Isten fölemelte őt, és magasrangú tisztviselővé tette őt, hogy ezek után hogyan folytatódik a történet. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta Háj velem. Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének, nézd az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az az, hogy nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék, és vele legyen. Milyen szókimondó a Biblia, hogy nem takargatja azokat a kísértéseket, vagy éppen azokat a nehézségeket, amik ennek az ősatjának az életében megvoltak. Milyen képszerűen és milyen valóságosan írja le ezt a kísértést, hogy itt volt egy fiatal ember, ugye most már valószínű, hogy már 20 éves is lehetett, hiszen több éve szolgált már ott Potifár házában, és egyre szebb lett, és egyre e, talán jóképűbb volt ez a fiatalember, és szemet vetett rá ennek a háznak az úrnője és e, hát kívánta volna az, hogy e, vele e, szexuális kapcsolatba lépjen. Gondolkodhatott volna úgy József, hogy milyen lehetőség ez, hiszen akár az is lehetett volna, hogy most ő szeretője lesz ennek a főraggú egyiptomi hölgynek, és akkor még nagyobb lehetőségeket kap az életbe, de pontosan tudta, hogy ez erkölcsileg mennyire helytelen. És azt látjuk, hogy bár távol van az otthonától, távol van a hívő közösségtől, úgy is mondhatnánk talán távol van az Istentől, de nincs tőle távol, hanem az Isten ott van vele, és eszébe jutnak azok a dolgok, amiket talán otthon tanult meg hogy mi a helyes és mi a helytelen. És eszébe jutnak azok a gondolatok, hogy az Isten terve és akarata az, hogy hűséges legyen az ember az ő férjéhez, feleségéhez, hogy ne éljen szexuális életet házasságon kívül, hogy ne csalja meg a másik embernek a feleségét vagy férjét. Így eszébe jutottak ezek a gondolatok, és tudott nemet mondani. Pedig ezzel ugye azt kockáztatta, hogy egy ellenséget szerez abból a családból, és valóban ez meg is történt, hogy Potifárné nagyon neheztelt rá, és megharagudott rá, amiért nem kaphatta meg Józsefet. De ennek ellenére azt látjuk, hogy Józsefnek a lelki ismerete tiszta maradt, hogy József jó döntést hozott. És lehet, hogy az életben nekünk is adódnak olyan szituációk, amikor nehéz az igazság mellett, nehéz kiállnunk az erkölcs mellett, hanem olyan jó lenne talán éppen a, a kerülő utakat járni, vagy éppen megragadni egy olyan lehetőséget, amikről lehet, hogy tudjuk, hogy nem helyes, de mégiscsak valamilyen előnyel kecsegtet a számunkra. Milyen jó, hogyha az embernek van egy olyan erkölcsi irántűje, egy olyan ö, ö, szíve, amikor tudja, hogy mi a helyes, és nem csak, hogy tudja, hogy mi a helyes, hanem kész úgy is cselekedni, még akkor is, hogyha ennek rossz következményei lesznek. Azt láttuk, hogy Józsefet az Isten ö, megengedte, hogy Egyiptomba kerüljön aztán felemelkedett az ő élete, egyre jobb lett az ő sorsa, és most, most majd azt fogjuk látni, hogy éppen azért, mivel ő hűséges maradt az Istenhez, nem hogy jó dolgok történnének, hanem ennek rossz következménye lesz az életére nézve, és ismét majd mélypontra, ha lehet mondani az, hogy még mélyebbre süllyed majd az élete, még rosszabb életkörülmények közé kerül, mint valaha. De ennek ellenére, hogyha néha nem is látjuk rövid távon, hogy megéri hűségesnek lenni Istenhez, de hosszú távon majd meg fogjuk látni, hogy Isten terve, ezzel a hűséges emberrel ott van és kiteljesedik. Amen.